Jelen videóban a lábazott szigetelések él megfogásáról lesz szó. Tehát nagyon sok szigetelési videót készítettem már, és sokszor csak ilyen elvi szinten van ide rajzol, hogy itt van a külső oldali szigetelés, itt pedig a lábazati szigetelés, amíg a felfröcsögő víztől is megvédi. És nézzük meg ennek a felső élének a kialakítását egészen közelről, hogy ott mire érdemes, mire kell figyelni. Tehát ha van egy falazatunk, legyen az bármiből, tetszőleges téglából, arra biztos, hogy kell egy simító vakolat, nem csak hőszigetelési, meg légzárási, meg hézagzárási szempontból, hanem azért, hogy egy stabil alzata legyen a rákerülő szigetelésnek, mert ha mondjuk egy különféle téglák síkfogasságából álló zaza felületre próbálunk szigetelni, akkor itt ezeken a pontokon biztos, hogy elszakad a szigetelés, ahol nem támasztja egyenletesen meg valami, tehát a szigetelés egy stabil alzatra kell, hogy felfeküdjön, ami egy vakolat egyszerűen lehet. Tehát lehet egyszerűen egy vakolat. Utána, hogy tapadjon is mindenre a szigetelés, kell egy tapadó híd, és erre kerül aztán elhelyezésre a szigetelés, ami most arányait tekintve ez egy vastagabb vonal akar lenni, mert az a kellősítés ez egy 0,3 kg per négyzetméter felület tömegű felecsetelt, felkent, felkefélt, felseprűzött tapadó híd, de ez egy nagyon vékony réteg, maga a szigetelés az pedig 4-5 mm vastag, ez meg annak mondjuk a tizede. Tehát ha a kellősítés és a szigetelés elkészült, akkor ezt jól oda kell fogni, például egy ilyen horganyzott acél sínnel, ami profilozott, tehát ha látjuk, itt vissza van hajtva a két széle, ebből többféle variáns létezik, de a lényeg, hogy ezt hátra kell dűbeleznünk, hátra kell fognunk, mondjuk 20 centinként, tehát kellő sűrűséggel. Ha nagyon ritkásan fogjuk meg, akkor ez eláll a faltól, és akkor nem fogja meg a szigetelést, a szigetelés pedig kicsúszik, tehát lemozdul. Annál is inkább lemozdul, mert amíg építik, az alatt is meg tudja úgy sütni a nap, hogy egyszerűen lefolyik a felületről. A bitumen ez egy folyadék, csak szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, tehát ha túl meleg van, akkor mint a folyadék lefolyik a felületről. Van benne persze hordozó réteg, ami megtartja ezt az állapotot azért, de a faltól könnyedén el tud válni, tehát fontos ez a rögzítő sín. Tehát ha ezt nem rakjuk, akkor a faltól elválik, és itt mögéázás fog bekövetkezni. De ezt rendesen odahúzatjuk 20 cm-enként megfogva, akkor ez tartani fogja, és utána, ha még ezt a felső élt kitömítjük mondjuk bitumenes masszával, akkor már a későbbi vízbejutás is megnehezedik, tehát nem tud befolyni ide mögé a víz semmiképpen. Tehát megfogni az élt, kitömíteni az élt, tapadóhidat képezni, és utána a szigetelést elhelyezni, illetve hát ne, azt még előtte. Tehát lényeg, hogy valamilyen sorrendben, de lényeg, hogy ezek az alapelemek legyenek meg, és akkor utána kell a többi réteget, a lábazati hőszigetést, a burkolatokat elhelyezni, mindezt úgy, hogy ezt a szigetelést semmiféle rögzítéssel aztán ne szúrjuk át, tehát bármit is akarok itt rögzíteni, ne itt tegyem ebben az alsó zónában, hanem találjak egy olyan konstrukciót, amit itt rögzítek, és ide csak lelógatom a szigetelés elé, vagy találjak olyan módokat, hogy ne kelljen a szigetelést itt átszúrom, hiszen akkor beázás következik be, tehát azon a lyukon a nedvesség is bejut. De minden esetre ezt a felső részletet akartam megmutatni, az élmegfogást, a dűbelezést, a megfelelő téglához való dűbellel, a szigetelést, a tapadóhidat, az éltömítést, és így tovább, vagy a nem átszúrást, hogy ez a pici részleten is nagyon sok múlik, hiszen itt nagyon sok beázási lehetőség van amúgy.